Szeretnék üdvözölni minden kedves nézőt a mai nap utolsó mérkőzésén, ahol a Splice fog összecsapni a Giants helyett a G2-val. Persze a mai szakmai szánság a mérkőzésén pedig nem más, mint Booty. Szia Pierce, köszönöm Hello. A szót, én is üdvözlök mindenkit bizony. A G2, aki jelen esetben ugye első helyen áll. Na most akkor tud megint csak kialakulni egy döntetlen, hogyha most a Splice nyer. Ami nem mondjuk mai nap után, hogy lehetetlen vállalkozás. Ma bármi megtörténhet. Én azt mondanám, hogy nehéz, mert azért a G2 is egy viszonylag erős csapat, és elég magabiztosan játszották végig, én úgy gondolom, az alapszakasz mérkőzéseit, és itt tényleg ki lehetne emelni, de én talán egy embert mondok, Perks középső svényt, egy megvadult, nem tudom, állat, aki nagyon-nagyon nehéz kordában tartani. Egyszerűen annyi sebzést tud kiosztani, és jóformán bármilyen karaktert kap kezei közé, rettentő hasznos tud lenni csapatában. Tehát a G2, én úgy gondolom, hogy egy jó csapat. Nagyon erős. Elég jók, aha. Nagyon erős egyéni játékosokkal is rendelkezik. Szupersztárokkal. Valahol. De én azért a Splice sem írnám le, volt már olyan egyébként, hogy egyszer azt gondoltuk, hogy hát Splice, szegénykék, hát semmi. Meg ugye, és egyszer úgy vertek meg nagyobb csapatokat is, hogy wow. Meg ugye a felső esvény párbajra, amire a kollégák is mindenki figyelmeztetnek minket, hogy érdemes majd követni, mert ugye a Splice teljesítményében azért kiemelkedő még Wunderbar játéka is a felső esvény, és ugye ha már kikisszel szemben játszik, azért az, hogy megint egy gigászi vagy ilyen titáni párbaj lehet majd kettőjük között. Attól függ, ki milyen karaktert hoz, ugye? Mert lehet a passzívabb játékot ugye képviselni, és ugye tankos karaktereket hozni, és a játék 25. percen elkezdeni büntetni egymást, mert azon az ösvényen, de ez a két játékos akár olyan karaktereket tud hozni, mert egymást tudják jól megölni. A fiúra választás igenis itt van a talomba, benne lehet a pakliban. Emellett persze ugye kompozícióban is látom már ma érdekességeket, ugye? A teleportnak köszönhetni, és ugye a három tankos frontvonalat fölépíteni is lehet. Kérdés, hogy melyik csapat mit preferál? Egyrészt, másrészt meg most mindegy, hogy a statisztikában természetesen a G2 mivel több győzelme van. Azt a rizikát szerintem ma felejtsük el. Mondom, semmi értelme. Több győzelme van, és ugye a 20. percben általában arany előnnyel szoktak rendelkezni egy játékban, míg a Splice általában ugyanennél az időtájtnál, tehát a 20. perc környékén viszonylag nagy 2000 arany hátrányban szokott lenni. De ma már láttunk nagyon nagy fordításokat, illetve meglepetéseket is, és kezdődjék is meg a tiltási és választási fázis, és rögtön pörögnek egyébként a tiltások Braum, Rammus, Lulu, Nidali, Kalista. Nem bánnak sokáig a srácok. Igen, Rammus nem szeretnének ugye sem Wunderbar, sem Bék Igéznek a magabiztos játékába odaadni ilyen viszonylag erős karaktert most. Mostani játék stílusokban, ugye Gangplank választás, hogyha lehetett volna, akkor valószínűleg rámarkolt volna akár még Senkax és a középső ösvényre, szóval inkább jobb ezt tiltani. Pörgünk, tehát mi se üljünk le, pörgünk. Rögtön lement a hat tiltás, ugye mivel a piros oldalon a kvázi kötelező tiltás tehát Korki nem jött meg, ezért rögtön a Splice el is választotta ezt a hőst, és a G2 is, én úgy gondolom, hogy már egy felrajzolt, illetve felírt taktikával érkezik Graves, illetve Poppy. A választás, és most erre reagálhat valamilyen szinten a Splice, ezt már jobban meggondolják, de mindenképpen el kellett hozni Korkit. Egyrészt azért, mert flexibilis választás, tehát akár Kobe, akár Senkász kezébe is érkezhet, tehát nem lőttek le semmit, viszont így, hogy jön egy Lucian, így mindenképpen megvan már a kvázi két lövészes kompozíciónk, Trashy pedig egy olyan dzsungeles hőst fog játszani Gragas személyében, aki akár, nem is azt mondom, hogy megvédeni, de befolyásolni mindenképpen tudja majd a csapat küzdelmeket mind kezdeményezés visszaverésére tökéletesen alkalmas lehet. Én ezt jól láttam, hogy jövő héten csütörtökön hajnali egykor fogunk kezdeni Amerikával? Majd meglátjuk. Csak úgy ilyen plusz információ a bajnokválasztás kezdés közepén. Gondoltam, hogy így hop! És egyébként akkor... Még egyszer? Mármint azt akartam csak mondani, hop! Hogy remélem itt van még Szolid, aki ugye ma tért vissza köreiben és a feliratkozónk köreiben, és itt van Bárd bizony hybrid kezébe. Remélem most újongat. Ne adja az Isten, hogy a Szolid most ne a G2-nak szurkoljon, mert ha már Bárd, ha Szolid egy olyan kedves feliratkozónk, aki ha meglátja Bárdot, akkor neki megszűnt a külvilág. Kész, minden eltűnt, csak a bár, csak a G2, nincs más, sem taktika, sem karaktere, ki az Istent érdekel, csak a bár, kész, win.
Tehát ez persze egy jó gondolatmenet, a G2 kezében önmagában egy baromi erős húzás lehet, és ugye a civil választás megint csak egy olyan kategória, ma már láttuk, hogy működik, és amíg nincs erre Trundle választva, már pedig ugye Trundle még nincsen fixálva, és valószínűleg nem is nagyon biztos, hogy lesz. Pióra? A Trundle egy jó választás lenne a Sivirt valahogy lassítani, Steelbearnek ez is van lehetőség, hogy megindulnia, hogy a Trundle-re lehessen úgymond Sivirt megbüntetni, de nem lesz. Fiórára teszi a voksát Wunderwear, azzal, hogy kikész valahogy elnáspángolja a felső ösvényen. Pontosan is, ugye még akár Poppy ellen is életképes lett volna az a Trundle, viszont Wunderwear úgy gondolja, hogy marad Sivirtnél. Itt viszont ugye már köszönhetően a 6.5-ös frissítésnek majd el kell döntenie, hogy melyik hidrát fogja választani, vérszomjas vagy titán. Mindenképpen, ha építkezik, akkor majd neki ki kell találnia. És az utolsó választás pedig Perks kezébe kerül, méghozzá Azir, ugye ő lehet a második Európában, aki győzni tud ezzel a hőssel. Azir VS Korki középső ösvényt fogunk majd megtekinteni. Azért mindenképpen én úgy gondolom, hogy tudja tartani a távolságot a sivatag császára, köszönhetően a homok katonáknak, viszont Korki, amint meglépi a hatos szintet a rakétákkal, tudja majd őt mindenképpen távolról kosztolgatni. Mondhatjuk is, hogy mind a kettő, mind Sankars, mind Perks azért a távolság mestere, mind Korki, mind pedig azért messzire tudja csépkedni kicsiket a másik játékosnak életerejét, viszont ugye a mai nap harmadik azírja most már, ami érkezik ugye a játékokba, és most dől el, hogy Azir pozitívban zár, vagy negatívban zár ugye a mai nap folyamán az első felvonásban. Tény is való, hogy az Azir választás már úgymond nem véletlenül jött, mert igenis ez külföldön is, keletben is elfogadott volt már, hogy nyugodt szívvel jöhet. Tisztességes, sportszerű készfogás, aztán pedig jöhet a vérfürdő a G2 és a Splice között. A G2 és a Splice között is ugye azért fontos lenne egyébként a Splice-nak megnyerni ezt a meccsét, mert akkor az Elements felé tudna közeledni, ki tudná alakítani azt a fajta nem biztos még hetedik helyet, amit most ugye az Elements a mai győzelmével már úgymond megszerzett. Viszont hogyha ugye elveszíti ezt a mérkőzést a Splice, akkor még a Rocketnek lehet olyan szinten esélye, hogyha holnap nyer, ugye a Rocket, akkor ott meg, és kikap a Splice, akkor megvan az egyenlőség, és ők egy-egyet játszottak egymással, tehát még akár helyosztó is lehet, nagyon-nagyon sok választás, és nagyon sok lehetséges felállás van még mindig Európában. Igen. Érdekes, hogy egy bő egy napot fogunk lassan ugye még visszaszámolni az európai tavaszi szezonjának ugye a playoff előtti mérkőzései előtt, és egyszerűen fel van borulva minden. Tehát még semmi sem konkrétan biztos, az első hely sem. Tehát azért a tavaszi és nyári produkciókhoz képest ez sokkal, de sokkal sikerült, hogy úgymond egymáshoz közelebb tenni a csapatnak az erősségeit. Ez valamelyest ugye a játéknak az átalakításaiban is köszönhető, hogy azért nem azt mondom, hogy teljesen új pálya, mert azért az nem igaz, de sok minden okosság ment bele, aminek köszönhetően azért a stratégiák azok lehetnek hasonlóak, ugyanúgy mindenki a maximális tapasztalat számait gyűjti ugye a mérkőzésen, illetve a pályán, az új pályán, még januárhoz képest, tehát azért itt én úgy gondolom, ez egy jól sikerült szezon, ha ennyire közel vannak a csapatok egymáshoz. Így van. A G2 közben mélységi őrszemeket helyez el, szám szerint kettőt, illetve még egyet. Ugye szépen a középső ösvényes külső torony rálátására is oda pakolt, míg ez a szemben a Splice egy darabot tudott elhelyezni, tehát a G2 ki tudja kerülni azt az őrszemet, hogyha szeretné, viszont a Splice nagyon nagy kerülőt kéne tegyen ahhoz, hogy ne legyen rálátása az ösvény váltása, amit egyébként a G2 kezdeményezés, Emperor és Hybrid az, aki a felső ösvényen fognak majd szembe találkozni Wunderwear-rel és az ő fiórájával. Ugye ő nem, tehát maga a Splice csapata nem reagál erre a ösvény cserére, így viszont, hogyha jól érkezik majd a G2 négyese, akkor esetlegesen korai toronydöntés szemtanúi is lehetünk, és mindenképpen fontos lesz majd bárd játékában egyrészt a kávitás... Betalálnak képességeivel, mert az eléggé ez
Hát nem is tudom, milyen messze volt, nagyon messze volt. Hát tőle. Egyrészt messze volt, másrészt az, hogy mikor, hogy veszi föl majd itt a csengettyűket, ilyen kis hósziklákat ugye ennek a hőskinézet részébe, tehát mindenképpen fontos lesz, hogy minél több ilyen csengettyűt összegyűjtsön, mert azt is kiszoktuk emelni Bárdnál, hogy egyébként az ő kóstolgatásai, illetve folyamatos szurkálódásai sebeznek is egy idő után köszönhetően a csengettyűknek, és így nem egyfajta csak támogató, hanem még kis mértékben, de sebző karakter is lehet. Így van, és ugye pontosan ezért sokszor kerül bele a célkereskedés közepébe a Bárd, és azért Bárd, de pontosan az a karakter, aki nagyon meg tudja másítani az ellenfél terveit. Tehát ő azért könnyebben menekül, nagyon szépen becsábítja az ellenfél játékos, épp pedig azon nem néz ki olyan szépen, mint Ári, viszont ugye neki van lehetőség úgymond tényleg kiharcolni egy üldözést, amit ugye utána erednek a játékosok, amivel lehet tudom fordulni is majd később. Tehát nincsen töretetlen akarata, papír, törékeny ugye a kedves Bárd, de annál több finomságot lehet vele csinálni. Illetve az ő saját csapatát is meg tudja viccelni, hogyha nem kellő ideig számolják ki a sors kezének lejártát, vagy máskor érkezik, ugye. Például itt gondolok egy őrzői ítéletre, ami hogyha a sors keze alatt csattan el, akkor jóformán a semmire ment ki. Tehát azért láttunk már nem egy olyan játékot Észak-Amerikában is, hogy azért nem feltétlen jó időben érkeztek azok a végső képességek, amíg akár sebzésre, akár távolságtartásra jöttek Perks és Senkax közben jóformán formát cserél. Senkax az, aki sokkal jobban tudja eddig a saját mana igényeit beosztani, viszont neki már 2 darab italt el is kellett használnia, míg Perks hazamegy és vásárol még egy Dorán gyűrűt, illetve egy tört, így mindenképpen az ösvény fázisra, illetve a farmoláson nagyon nagy hangsúlyt fektet ezzel az Azirral, aki egyébként megtisztulással érkezett, tehát mindenképpen szeretne majd esetlegesen egy halálos ítéletből kiszabadulni, mert ugye Wunderbar ellen mindenképpen sejelmövet kell majd benned, ami kérdés, hogy mikor fog majd Kikis tárgyai között megjelenni. Ez egy nagyon jó kérdés, és nem is merek tippelni, hogy pontosan milyen tárgyválasztása lesz majd a kedves Kikisznek. Viszont ugye a közés ősvény, ahogy te is mondtad, a farmolási technika, farmolások minnyinak számai teljesen megegyeznek, játékstílus megegyezik, ahogy erre lehetett számítani, mind a két játékos viszonylag egészséges távolságból tudja szurkálni mind a másikat, mint pedig a érkező minionokat. És ugye, ahogy mondtam, a mana beosztását Senkaxnak jobb produkálnia, ez tény is való. A folyamatos homok katonáknak ugye a képzés azért mindenki manába kerül, ugye Perksnél, és neki az a csoda fegyver van inkább. Az alaptámadáson nála nem játszik úgymond, mint sebzéshorrozás. Míg azért Senkax valahol egy lövész, tehát azért ezt ne felejtsük sohasem el, hogy Korki önmagában jó starter indul, ha már Korkival jön ki a közésső ösvényre, mert az alaptámadásra is tud elég szépen sebezni. És Senkax Volkürerre próbál valahogy produkálni Perksre, majd a foszfor bomba is talál, és viszont a korai sárkán kezdel a G2 Bardi Sibyl párosával, illetve ott még trikk is. Pontosan úgy, ugye ez a kék oldalnak az előnyének a reagálása. Ugye a kék oldal, szerintem most a Splice-ban, ugye ráfordulhat a második torony döntés után kinyedén a szurdok hírnökére. Ezt látjuk, el is hozzák, míg így a G2 tud válaszolni ugyanilyen sárkánnyal, vagy legalábbis egy szörny célponttal, ez pedig a sárkányi gyűk rendelkeznek már 6% fizikai és varázssebzéssel. És így egyébként nincsen lemaradásban a G2 csapata, ugye formára történt a csere, hogyha a tornyokat nézzük, 2-2 dőlt a felső és az alsó ösvényen, és az első torony döntés után mindkét lövész hasonló taktikát választott, megvásárolta magának az aratást. Így van, közben egy poharat fogom majd rendelni ide a kommentátori állásba kedves Buci Macikának. Viszont ugye 7 percnél járunk, ami azt jelenti, hogy azért az első sárkány és hírnök megszerzése után az első kis pici célpontok megvannak, és a Splice most 200 aranyjal vezet. Ezt azért akarom kihangsúlyozni, mert egyrészt érdekesség, mert ugye a 8. csapat játszik az elsővel szemben, és ugye 7 percnél egy ilyen hasonló stratégiát mindig úgy élvezem, amikor ugye ezt látom, hogy a Splice
azért csak 9 hétről beszélünk, csak sok-sok 18 mérkőzéstől kezdve bármi, ami éppenséggel már tapasztalatnak mondható, 17 biztosan, vagy a 16 biztosan, 17 meg lassacskán, amiben azért mindenki fel-fel markolta a tudástárát, és mindenki ugye növelte annak sikerességi rátáját, és ez jó nézni, és nézd meg Tessi, aki először jön Perksre, Perksnek azért persze virulása van, és van neki most már azért császári falangsza is, nem kezdik el sebezni Perkset oronyanat, csak ugye Senkax a foszfor bombával, jön hátul viszont Bard, és a teljes támogató hadsereg, ugye Emperorral még egyetemben, aki a felsős, milyen bármikor lefordul a civilként, és ugye Wunderbar az, aki most 19 farmal, azzal a civilre még semmit nem fog csinálni, csak megnézni, mit csinál. És alapvetően egy annyi előnye mindenképpen volt a Splice-nak, hogy ők a hírnököt hozták el, amiért azért kapnak valamicske kis pénzt, tehát azért az üti a markukat. Egy kis plusz arany. Nisbet, Köbi, közben három játékos jön, ugye kettővel szemben, a teleport pedig le is lett kapcsolva most már így. Kikisznek nincs teleportja, viszont meg lett mentve Emperornak a sejhaja. Neki így bennmaradt mind a gyógyítása, mind pedig a villanása is. Azért a lövésznek nem túl kellemes elhasználni ezen képességeit. Jön a közéső, és jön lassan, majd Emperor is lefordul a kanyarba. Senkax fél életerőn, van még romlás itala, tud még töltögetni rendesen, de... Volt egy hívás a Splice-tól, aztán kapásba 2-5 a G2-tól, tehát így azért ne felejtsük el, hogy mégis mi történik a pályán, és közben azért a saját kék erősítését megkapja majd Perks, nekünk látjuk nagyon jó, hogy kell is, ahogy ki is emelted már, teljesen más, hogy használja manáját Perks, mint Senkax. Főleg úgy, hogy ugye ő majd csak a Doran gyűrűjéből fog valamis kell regenerálódást kapni, mert most ahogy látjuk mindenképpen a nasor fogát fogja elkezdeni építeni, hullánk már meg is van belőle, ezzel szemben azért Senkax mindenképpen picit, hát nem mondom, hogy előrébb, de a háromság hatalmához már kettő tárgyal rendelkezik. Közelebb van hozzá. Talán egy picit közelebb van, de most már egyébként át tudja venni Perks a vezetést, eddig Korti sikeresen vette az akadályt a középső ösvényen, és egyébként majdnem minden ösvényen kivéve a lövészt, azért a G2 tud vezetni, viszont ezt pillanatok alatt be fogja hozni Emperor, ugyanis neki is meg lesznek lassacskán a tárgyai, akkor neki még gyorsabban tudja talán letakarítani ezeket a hullámokat, mint Lucian, aki egyébként szintén nem remek. Minion takarítási képességekkel rendelkezik, akár a fénylandzsa, akár a sorozat lövést használja el erre. Perks pedig azért még mindig tudja tartani a távolságot. Még 40 jelző mindenképpen kell mind Hobbinak, mind Emperornak ahhoz, hogy az alatásból jövő pénzösszeget majd fel tudják használni, illetve azért majd lesz egy kis lassítás még pluszban Hybridon köszönhetően, hogy ő majd hogy ő más támogató tárgyal kezd. Érdekesség az, hogy azért merném azt mondani, hogy hasonló a csapat kompozícióra, legalábbis ugye a karakternek úgymond a hasznossága gyanált, mert ugye Trick a jungle-ben azért valamennyire sebzés hordozó lesz, még Thrashy, ő inkább helyzet kialakító és tankos, viszont a Thrashynek a felső esélye sebzés hordozó lesz, viszont ugye a G2-nak a felső esélye kikész pedig inkább tankos, tehát így felcserélték a szerepeket a jungle és a felső esélye között, legalábbis sebzés osztás is ugye tankosság gyanánt. Így körülbelül forma-forma lesz majd a kanálási aktuális küzdelemben, persze pedig megeszi a sebzést, a rakéta az mellé, de amikor az írnak, ugye be kell húzni a kéziféket és vissza kell lépnie, nem túl kellemes dolog neki számára, tapasztalatra mondom, és a minionok pedig repülnek a világ végére, egy Köbi az, aki kisebb volt a sebzés szenveden a toronytól, de ezért az még éppenséggel nem probléma. És látszik azt, hogy jön, amikor három fővel tolja a G2 a felső ösvény, kapázol Emperor vezet úgymond farmban, jön a válasz Gragas fiúra is, majd pedig hát még Nisbet is, míg az alsó ösvény, hogy Köbi akarna valahogy előrébb lépni Kikisz tornya alá, de azért Kikisz az Kikisz. Hát egyrészt, illetve Poppy, ő már Bami parazsával, illetve egy jégkori leperrel rendelkezik, tehát már van. Ugye pont Kobi ellen egy jó kis pajzsa, vagy hát páncélzata, illetve folyamatos sebzése, és azért azt se feledjük el, hogy pont ezért egyrészt egy Graves, akár egy Lucian, ugye mindig okosan kell várnia, ki kell valahogy húznia mindenképpen Poppyból az aurát, mert azon át ugye nem tud majd elcsúszni. Tehát amint... Azon lehetne csak órát, tudod, ugye aurát. Ja, aurát. De persze az auráját. Tehát az aurát kell kihozni, mert... Elvileg egymás segítésére vagyunk is. Persze, de... Most én kavartalak vele, ne haragudjál. De igen, az aura, igen, tehát értelek. Egyrészt most az őrzői ízlet, hogy a farmolásra ment ki, tehát ugye nagyon szépen le tudta takarítani Kikiszt maga elő
a Minion tömeget, és így ugye nem lehetett tovább menni a toronyra. Viszont a tornyot a G2 el tudta hozni a felső ösvényen, mármint a kettes szintűt, és köszönhetően annak, hogy egyrészt ott volt Graves, másrészt ott volt Emperor Sivirje, ezért már az inhibitort védő toronyra is tudtak sebezni, erre viszont mindenképpen vissza kellett érkeznie a Splice csapatának. Él a játék második sárkánya, illetve a hírnak is már újjá élet. Kikiszről meg eddig nem tudott Kobi, hogy benn van igazán bokorban, de mihely is ki is jön, annyira nem zavarta magát. Perks, raklapni sebben is eszik meg Szent Kax-tól, de Szent Kax-tól volt egy választ, úgymond a homokatonák által Perks-től, tehát egy kb. Hasonló cseréltek egymásra. Ami elég érdekes, és ugye egyre inkább fájnak ezek a katonák. Nasorfoga elkészült, ugye? Pont ezért. Egyrészt a nasorfoga, másrészt pedig az, hogy hogyha megy előre folyamatosan Kobi, akinek ugye a Gatling ágyúval valahogy el kéne érnie, nem csak a foszforbombával, illetve a rakétákkal, és hogyha folyamatosan megy előre, akkor egyszerűen ugye mindig abban a zónában lesz benne, ahol a katonák folyamatosan tudják őt szurkálni, tehát nem feltétlen egészséges annak a Korkinak, hogyha abban a zónában áll benne. És azt láttuk, hogy egyébként jobban kezdeményezett Perksre, a korai sebzés megvolt, viszont szépen lassan le tudta ezt a hátrányát dolgozni azért. Senkax 2 milliót elbukott egy torony alatt, de persze mindenki megesik, hogy elesik 1-2 milliótól. 13:37 lead a pontos ideje a mérkőzésnek. Egy toronnyal vezet a G2 a Splice-szal szemben, viszont hogy ettől függetlenül túlságosan nagy játékosok közötti farm különbség nincsen, hála a jó Istennek. És még első csapat közel nem, sőt, még első gyilkosság sem volt. Tehát még nagyon fel van adva lecke, hogy ki melyik hívás preferálja inkább. Hírnök ugye van, sárkány már nincs. És úgy néz ki, hogy a G2 át akar venni a hírnöknek a helyét is, és mindenki is akar, meg akarok szerezni majd. Hobi végső képessége jó, de a halálos ítélet annál inkább égetés ki van Kikiszen, jön rá Kobi közben. Jön a válasz még Threshold-től szintén, Kikisznek villanása van, ha kell, de a kicsi rakás elől nincs menekvés, és nem villant el Kikisz. Pedig az elgondolás nem volt rossz, hogy Threshold a falhoz csapta, ezzel meg is volt a kábítás, viszont utána nagyon szép volt a kicsi rakás. Erre a gyilkosságra és a toronyra mindenképpen válaszolnia kell a G2-nak, viszont Wunderwer már ott van, sőt, Senkax is csomaggal. Igaz, nem túl sok manával, de csomaggal így van, ahogy mondod, van. Trick pedig egy kisebb fajta meleg kakaót vagy kávét kap Hybrid-től, így életerőt is nyer, és mozgási sebességet, ami azért nem rossz. És így, így sokkal. Annyira lényegtelen, hogy mi az, egy nagy barna forró valami. Ami üritő. Jó, mert azért ez nem lényegtelen, hogy mi az, de azon függetlenül nagyon jó volt a Splice hívásra. Így az alsó ösvényen, torony, gyilkosság, erre a G2 nem tudott reagálni. Közben ugye Trick a harcos kiegészítést vásárolta meg, Graves-en még Threshi természetesen a Runa vízhangot, és el is kezdte már tankosítani magát, óriás öv, amivel már rendelkezik, befejezte közben Senkax a háromság hatalmát, és ugye neki volt csomagja. Nagyon jó volt a G2-tól az, hogy visszavonultak, nagyon veszélyes lehetett volna esetlegesen egy Korki érkezés, amivel mondjuk egy embert el tud pozícionálni a csapattól, és akár akkor rá még Wunderwer is rá mehetett volna végső képességével, nagy kihívás van neki, már egy titán hidrája, így elindulhat ő is a váltott ösvénytolás taktikájában, teleportja van Kikisznek úgy szintén, és ugye köszönhetően annak, hogy nem villant, tehát még a villanása is megvan. Ez teljes mértékben így van. Nézve az, aki ugye kicsikét a egyikosának is köszönhetően, kicsit volt arra nagyonnek is köszönhetően, és még annyira túl sok vérszemet nem kapás, na köszönhetően bemer merni a G2-nak a jungle-ébe őrszemeket elhelyezni. De a rálátás kb. Ugyanúgy forma, sors keze mellé, Hybrid-től, de ahogy a Splice a G2 déli jungle-ét őrszemezi, ugyanezt adja válaszul a G2, ez miért van? Mind a két csapat azon a részen, azon a feltájt akar valahogy inhibit a félő tornot dönteni. Ott már nincsenek kettes szintű ugye tornyok, sem a G2-nál, sem a Splice-nál, a felső, illetve a alsó ösvényen, ott van igazából a kulcs, a bázis első pajzsának részét megkeresni, átütni, vagy kialakítani, és őrszámpára pedig folyamatosan lesz, nézve, hogy megint őrszemben rohangálnak át, látják, mit akar csinálni a Splice. És az előbb is kellett, hogy lássa a G2 azt,
hogy merről érkezik az egész Price vonat, ugyanis volt egy kék erősítésnél egy mindent látó összem, amit azóta kitakarítottak, viszont onnantól kezdve bőven látták azt, hogy nisbeték az alsó ösvény felé mennek. Hogyha marad ez a felállás, mármint az a felállás, hogy az alsó ösvényen a Price fog dominálni, míg a G2 a felső ösvényen, akkor viszont az egy perc vagy másfél perc múlva érkező sárkányra talán a Splice-nak van nagyobb lehetősége. Míg ugye a felső ösvényes dominancia miatt a G2-nak esetlegesen még a játék utolsó hírnökére lehet majd érkezése. Próbáltam rájönni, hogy melyik őrszemre zoomolt rá a Riot Games kollégái, de valahol ott lent, alul, itt a kis falnál. Teljesen mindegy igazából, aha, jó. Akkor itt van egy őrszem, amit ugye a kedves G2 pakolt le. Igazából én nem értem az okát, hogy miért lett irányzomolva, de nem van az őrszem, és egész jó ránátás ad arra a kis folyosóra. De persze van arra jobb megoldás is maga a bokorban elrejtő, ott van is egy, tehát úgymond egymás látását fedezi a két őrszem, valószínűleg ez volt igazából az oka. Jó, a pajzsa Emperornak így manát tölt vissza, és Senkát sebzését védi le. Ettől függetlenül is ez egy jókora sebzés már most kapott Senkák, szóval 172 farmos korkiról beszélünk. Sőt, három meg is lett villámcsapva, tehát hogy azért. Ó, igen, és hogy a Trick megkapja a kicsi rakást Trashy-től, de azért ő sem törik ettől össze. Kóstolgatja egymást, a két csapat is van, 100 aranykülönbség. Nem, nincs aranykülönbség, hagyjál már, nincs aranykülönbség, abszolút semmi. De nem neked mondtam, csak hogy magamnak, hogy hát, itt van 19 percnél, és a G2 a Splice-szal szemben nem mer agresszívan kilépni. Az első hely a tét ugye egyértelműen, nagyon sokkal van előrébb a G2, hogyha most itt nyer. Az észtük ugye már veszített, és sárkányt kezd el a G2 megint csak nézve. Itt van a közelben, Trashy-vel együtt is jön, nagyjából az egész Splice csapata. Sárkány 2000 életelő alatt már most már nem lesz kezdeményezés, de sorskeze annál inkább, megy a G2 vagy nem. Ott a doboz közben Nisbettől mégis meg egy Wunderbell, Trick beragad, három ember közé, és Trick még visszafordul, bölcsém. Egy parasztlengőt elsújt még ugye Freshnek, és Gragas pedig válaszol, ugye Trick megölésre, egy és a csere még. De kicsit a nyögvenyelősen megy ez a küzdelem, igazán nincs konkrét beindulás, nehogy isten, Kobira villan, várnak mellé a kábítása, sorozatlövés pedig elment az oxigén molekulákra, nincs több gyilkosság. 2-1 a Splice-nak. Nincs több gyilkosság, 1-1 volt a csere. A sárkányt viszont a G2 tudta elhozni, így három jelzővel rendelkeznek, már azért felépíti a tornyát, a Rift Herald pedig, pontosabban a szurdok hírnök megölte magát, pontosan Senkax az, aki Valkyrrel vonul vissza, viszont még azért visszalő egy rakétát, megint nagyon szép a védés, viszont Kikis három ragad. Ember közé ragad be, halálos hitetést találni Nisbettől, Kikis hülyeséget csinál, már ne haragudj. Jelen pillanatban ott van három játékos körülötte, Emperor is meghal pluszban. Mi az Isten? Van a G2-val? Vagy mi van a Splice-szal? Wunder még ebből ki is tud mozdulni, azért passzív torny és bedölt közben. Igaz, toronnyal megy a G2, ezért is van arany előnye. De hogy feleslegesen maradnak ott ugye ingyen gyilkosságokat adni a Splice-nak, ez kétszer is megtörtént már. Mi van ma? Ez így van, sőt, még a tornyokban is tud szépíteni most a Splice középső ösvényes külső tornyot tudta elhozni. Így viszont már egyértelműen a Splice vezet aranyba, főleg, hogyha azt nézzük, hogy egy torony előnye lenne a G2-nak, tehát mindenképpen a gyilkosságok, illetve hogyha megnézed, a felső ösvényes farm az, ami rettentően nagy és borzalmasan nagy előnye van Wunderbellnek. Ezt mondjuk azért várhattuk, Fiórával könnyebben fogja majd megölni a minionokat, de nézzük azt a visszajátszást, ami még a sárkányért való küzdelem megy. Annyiban mindenképpen jó bárki végső képessége, hogy így nem tud érkezni Trashy. Utána viszont harapó fogóba fogják Wunderbell Cricket, és még villanást is képes áldozni ahhoz, hogy végig lehessen rajta verni a nagy kihívást. Ez mindenképpen szép volt. Cricket kell hát kvázi megmenteni egy bárd végső képességgel, de egyébként ugyanúgy el lehetett ásni. Ez jóformán csak késleltetett halál volt. Trick beragadt. Beragadt! Kikis az előbb ragadt be, most Trick ragadt be, és már is 5-1. 5-1. Hát ez fenomenális. A játékosok olyan, hogyha így néha időközben itt kihúznak ugye a egerüket, vagy a klaviat, így ott maradnak egy úgymond nem meg... Nem, úgy mondanám inkább az, hogy szebb fogalmazás, hogy
mintha nem lenne lekommunikálva az ő felesleges haláluk egymásnak, vagy én nem is tudom. És ugye az előző csapatküzdelem, a sárkánynál lévő csapatküzdelemből való visszavonulásnál is egyébként ugye Perksnek a császári falancot abszolút defenzíven kellett elhasználnia, hogy Wunderbert ki tudja löpni még abból a vonalból, hogy esetleg vagy hybridra, vagy rá. Hú, és azt írt, hogy megy a ragasz előre, Hordó pedig talál Perksre, de robbanik, hogy Hordó még nem jött ki, és Emperor pedig mindenképpen támad. Neki ez van még mágikus pajzsa, amivel azért egy következő érkező támadást tud védeni. Baromasort kezd el a G2 arany hátrányban, gyilkosság hátrányban, az ellenfős ugye rájának a wifi spotjával szemben. Tehát mi van? Gyerekek, mi van? Doboz kijön még Nisbettől, és Wunderer beragad 5 játékos közé, neki villanása nincsen. Wunderer pács halott, és jöhetnek a bár csúszdával a Kikis Perks trick triumvirátusa. Senkax lép vissza, és ennek robbanik, hogy Hordió lesz majd még erre válaszolni, de ember hátrányt alakított ki a G2. Teleportja Wunderernek lesz majd, ha éled, de az még fél perc. Alapvetően én gondolom, hogy az első baronnasor kezdés egy olyasfajta csali Perkset, volt. Nézd csak Perkset, hú de sunyi vagyunk, Perks mami, mami, mama. Hát mi az Isten, a császári Perks pedig jó, köbi fel, robban. Gyönyörű érkezés azírtól, de esély szintén ott hagyja a saját fogát, meg a boros hordóját. Megint emberelőny, most már háromfős emberelőny a G2-nál, de Wunderrel jönni fog, teleporttal és villanással 5 másodperc múlva, ami nagyon fog fájni a fiórától. Végső képessége is van. Nagyon jó a csózdás, hívás. Valaki tudja, mikor kell abba hagyni a barannasort? Ezt mindenképpen abba G2. Kellett hagyni, mert egyszerűen reménytelen lett volna. Ott pent a fiúrának. A jóformán igen, ott volt egyébként némely örszem, tehát oda bármikor lehetett volna érkezni, ugye 20 percet már. Elhaladtuk tehát gyorsan, bázisvédő kiegészítéssel tudott volna az a fiúra érkezni, fekete hasító bárd befejezett változatával, tehát az már mindenképpen fájdalmas lett volna. Kikis közben megvásárolta azt a sejemövet, amit ugye kérdeztem, hogy mikor fogja megvenni, itt van rá a válasz. Egy perc múlva érkezik a játék negyedik sárkánya, de attól függetlenül a G2 ezekkel a baronnasor hívásokkal alapvetően gyilkosságokat tudott szerezni magának, tehát valahol tudott visszajönni. Egyrészt a meccsbe így az arany előnyt is meg tudta fordítani, tehát míg egy 1500-zal a Sprice vezetett, most hasonló arany előnye van a G2-nak is, tehát most még ugyanúgy valamilyen szinten dobálgatják a meccset, vagy legalábbis a különböző csapat küzdelmeket, és azért mindenképpen szép volt Perkstől az a kis súnyi érkezés, hogy a császári falanccal abszolút ki lehetett zónázni Kobit, és már nem volt elég neki. Freshnek a lámpása, közben pedig ugye Freshit lehetett lekábítani Bard végső képességével. Kikis hazamegy most, teleportja neki majd lesz. Kevesebb, mint... Egyébként a közönség meg van őrülve a folyamatos őrszem takarításról, csak ezt jelzem, hogy ez... Hát igazából több őrszem takarítás volt, mint gyilkosság, ugye a mérkőzésen egyértelműen. Főleg az első 17 percet nézve alig mert valamennyire kimozdulni bármelyik csapat is. Megint a sárkány lassan ugye éled, és már élet is. És az őrszemjáték már majdnem egy 2 perc az őrszemjáték megy a sárkány körül, ki marad, ki nem. Kinek van nagyobb, kinek van kisebb, de a sárkány még nem szedi egyik csapat sem. Szóval a G2 azt mondta, hogy figyelj már, itt hát a középső ösvény szabadon. Hát menjünk középső ösvény, hát én is, ne. Várnak a kábításra megint csak nem talál. Császári falang Sperkszelől, Senkex pedig nem a legjobb helyen, de neki még azért villanása van, ha kell. Volkürja ugyan nem is. De nincs gyilkosság megint csak. Nincs gyilkosság is. Remélem lesz valami visszajátszás, mert hogy itt valószínűleg ugye Senkaxot szerette volna. Szerintem Senkaxot, nem, szerintem Perks, hogy lökte le magára a Senkaxot valószínűleg, de valószínűleg ugye, na jó van, akkor lehet, igen, lesz visszajátszás. Valószínűleg. Ezzel teljes mértékben egyetértek. Valószínűleg. De attól függetlenül, közben ugye Kikis volt az, aki az alsó ösvényt próbált egy kicsit pesztrálni, viszont oda most az egész Blast csapat érkezik, és ő időközben, pontosabban útközben elhozzák majd az első sárkányukat, ami megint csak egy jó hívás, hasonlóan ma a Unicorns of Love-hoz, ugyanígy egyébként 3 sárkánya volt ellenfelüknek, is pont meg tudták akadályozni azt, hogy a negyedik jelzőt viszonylag ideje korán el tudja hozni. Ugyanígy most a G2 sem rendelkezik ezzel a négyes jelzővel, de most nem az, most is ülék, amit most viszont. Nem látnak semmit a Splice játékosai, csak egy aprócska tip lehet. Hobby végső képességből kikiszte megint mellé, megint ott vegyek a baranasort, megint raklapnyéret erőt buktak el ezért.
És az alsó ősvény előbb-utóbb majd jönni kell válaszolni a G2-nak, mert azért a Mininak előbb-utóbb érkezni fognak. Közös ősvényre pedig jön Trashy és Kobi, mert hát miért is ne? Egy kettes színű tornot lehet elhozni, amivel be lehet hozni a hátrányukat, úgymond a G2-val szemben, de ez most még nem lesz meg. Ha a torony meg is lesz majd, akkor körülbelül egy olyan, mondhatni azt, hogy 6-700 arany különbség lesz a két csapat között. 28 perc alatt, ami azért abszolút szerintem elég szoros. Nagyon szorosnak számít, főleg, hogyha azt nézzük, hogy jelen esetben az első helyezett csapat játszik. Mondjuk a Spice-nak azért eléggé fölfelé ívelődő statisztikái voltak, abszolút, ugye? Abszolút. Tehát úgy, mert nekik kellett egy 6-7 pofon, mire fölkeltek. De utána nagyon durván. Kikisz pedig ugye egyértelműen Fiorával szemben nem tudja fölvenni bárbaj. Kikisz villan még Wunderwell elő, de Wunderwell pedig nemes egyszerűségeben is fejezi. 3-1-es Fiora, 237 farmal, a 185 farmos 0-3-as popit ugye nemes egyszerűséggel végzi ki. És mit sem ér egyébként a Sejemöv. Lehet, hogy le lehet szedni azt a nagy kihívást, de hát utána. Hát nézd meg azt a Fiorát, akinek van még már egy plusz KN kardja a Titánhidra és a fekete hasítóbár mellé gond nélkül fogyasztotta el Poppy-nak az életét, aki most ugye múltkor az első gyilkosságnál azt hiányoltuk, hogy nem villant el, most elvillant, viszont hát Wunderwellnek is volt villanása, le tudta követni. Szinkron villanás volt, viszont a teleportok benn vannak a felső és játékosoknál, és akár még kikész is tud jönni, bármire is kell válaszolni, és Fiora szintén a 20. perc már réges egyik óta eltelt, tehát plusz mozgási sebességgel tudnak úgymond berobbanni egy aktuális küzdelembe a felsőösvényes játékosok. Amivel ugye Poppy hát tud ugye helyzetet módosítani, kicsit arrébb tessékelni pár Splice játékos, de Wunderwell pedig ugye a sebzést. Ez ott egy bagoly? Igen, az összeverhet. Erősítésnél. Szerintem valami van most a rájöttesekkel is. Nem, ezt egyébként Katowicén kezdték el mutogatni. Persze. És teljes mértékben, hát a közönségnek mindenképpen tetszik, tehát már alapvetően minden egyes őrszemre hatalmas újjongás van és ollé, de hát a Babiot meglátod, akkor meg egyszerűen... Igen, Steve már a multi. Steve-ben senkit sem érdekel. Hát meg most nem játszik. A bagoly a lényeg. Persze, de abból sem annyira van már nagy öröngi Steve játékaiért, de ettől függetlenül ugye én csak az őrszem zoomolás, most pedig a bagoly zoomolás érdeklődtem volna. Kikész ugye szint hátrában a Wunderwellrel szemben, és valószínűleg nem szükséget adik Wunderwellnek segítség ahhoz, hogy az alsó esélyen el lehessen, viszont Emperor most tör ki, mint Zrínyi. De igazából ennyi volt. Ennyi. Megmutatta magát, pontosabban akkor igazából csak kinézett azon a munkásvárán van egy Likon, tehát nem tört ki végül is, de Zrínyi még kinézett. Ezt a részletet nyugodtan végig lehetne mondani, csak nem stream keretén belül, mert van ebben nem sokkal jobb fordulópont is a mondatokban. Viszont ugye G2 megint elkezd a baromnasor, harmadjára most már, teleport pedig jön kikisztől elé, magabiztos hívás, Wunderwell be a bokorba, teleport szintén, 3000, 2000, 1500, meg a baromnasor, elhoz a trick, és nézd meg a sors kezét, Senkakcész, nézd meg, mekkorát robbantak, viszont még éppessége meghal Perks hátul. Meghal még szintén Wunderwell 2-1-es sere, és még nincs vége a küzdelemnek. Ben van Trashy, tankol, Emperor jó kicsi a rakás, és Kobi nincs fókusz, kérem szépen. Most jövök kikész hátulra, 3-2, BOOM! Meghal Trashy, 2-2 most már, és Nisbet, hogy mi a szent fazekat élt túl, hát a Jim. És ez valamilyen szinten egy olyan all-in küzdelem volt mindkét csapat számára, hogy execute? Az menni fog. Kikisz már le is fordult róla, hogy jó van, akkor menjél hülye gyerekkel, most ennyi. Mi csinálj? De viszont ugye Mininak jönnek ugye az alsó közös és felső ösvényen, egy szerencsé volt mindenkét csapatnak. Körülbelül forma volt persze ugye a gyilkosság csere, hogy nem volt komolyabb ösvénytalás sehol sem. Alapvetően gyönyörű szépen kezdi azzal az egész csatát, hogy két emberes bárnak a végső képessége erre lehet jönni kombóval, ugye mindenképpen, de az a nyúzás, amit Nisbet visszahozott, és ugye egyrészt Kobi és Trashy teljesen ki tudta fókuszálni, azért itt teljesen meghalt jóformán a sebző karakter a középső ösvényről, utána könnyű volt még Emperort is már eltakarítani, de a kezdés a G2-nak rettentő jó volt, két emberes bárdulti, illetve még az őrzőítélet is pont egy sebzés hordozót küldött hátra, viszont nem volt elég idejük, illetve Perks túl hamar meghalt a csatában. Szó-szó, mondjuk azért annyira nem hamar, mint Senkax, de követte a többieket egyértelműen a sorskeze. Te is kiemelted,
nem szabad elfelejteni, hogy játék egészen fontos, ez már a sorskezének használata, és levédi Wunderbar a kávítását Hybridnek, hogy kikészít mennek. Sors kezéből pedig kivillan Wunderbar, gyönyörű szép, és két ember, aki végig kergette Wunderbart eddig, viszont kikészítek, hogy a villanása bent maradt, ugye Popinak, és igazából nem érkezett már le Kobi. Tehát elindult Senkax és Kobi le az alsó ősfére, de igazából nem folytatták a fogócskát. Még mindig egy torony hátránya van a Splice-nak. Sárkány pedig életni is fog, élet is. Azonnal ráveszi a mancsát a G2. Öcsém Bagyot és BK-t nézünk ma. Dokumentumfilm. Azt még hagyjam, hogy a G2 a sárkányra teszi rá a mancsát, a külföldi kollégák pedig a bőgyigyatott BK-ra teszik rá a mancsukat, aki konkrétan az idézők szurdokának szélén ugrott le. Én nem tudom, mit szívt ez a nekünk is valamilyen szinten, de a lényeg az, hogy 9-7, 33 percnél mellé halálos ítélet, és G2 pedig meghúzta a ravaszt, sorozat, lövés, ott elrepülten Gragas vissza meg egyszerűen, még valószínűleg nem a kisújjáról híres. 33 percén végre bedölt egy inhibitor torony, viszont még nincs konkrétan ütközet a két csapat között, csak Pókol Perks az írja, belehal Tresi, roparik a hordó is bennmarad, dől ingyen az inhibitor a G2 által. A Splice innentől kezdve az alsó sem folyton ember kell áldoznia arra, hogy az érkező minionokat lekaszálja. És Kikis abszolút megunta a Kobinak a sebzését, illetve Wunderbarit is, mert vásárolt magának egy jó kis tüskevértet, tehát őt mindenképpen már, hát saját magadat is sebzed, úgymond, ha őt támadott, tehát láttuk, hogy az előbb is nagyon szépen Hybriddal meg tudták ketten legalábbis fosztani a villanásától a felső ösvényes Splice játékost. Alsó ösvényen nincsen inhibitor, illetve ugye itt már torony sincsen, Trick pedig kezd egyre kvázi tankosodni. Fekete hasítóbárd és Sterak kihívása az, amit már vásárolt magának Graves, így azért mindenképpen rendelkezik majd egy kis plusz életerővel, illetve még pajzsal is. Trashy pedig köszönhetően annak, hogy ott van Emperor, akinek szintén lesz viszonylag gyors támadási sebessége, vásárolt magának egy fagyos szívet. Emperor közben szintén rendelkezik már egy sejemövvel, így hogyha érkezik rá akár Wunderbar, akár egy jó túlvilági hívás, vagy bocsánat, halálos ítélet, akkor ezt le tudja magára ugyanúgy szedni. Őrszempucolási a jelen pillanatban a napirendi pontja a Splice-nak, meg is van az a bizonyos őrszem, sőt kettő is. Viszont szépen lassan ugye a farmnak köszönhetően vezet a G-t. A Splice-szal szemben, és ugye a három darab torony előny sem rossz, kikészítő képessége mellé Kobi még letakarítja ezt a minion hullámot. Wunderbar bármikor jel teleportál akar, az alsó is olyan tologatja most még jelen pillanatban, mint én a Matchbox autót. És Senkax még mindig lehetőségképpen ott van, hogy sebzés oncson ki magából, de jelen pillanatban Perksnek a homokkatonái sokkal durvábbak, főleg a poszítópálcának köszönhetően. Van csomag, persze, nálam is van egy csomag, boci, de attól függetlenül ezen még nincsenek ki a vízből egyértelműen. 5300 aranykülönbség még mindig megvan a G2-nak jelen esetben. És Wunderbar nem jöhet ugye hamarabb addig, amíg a minél a tisztes távolságban nem tolja fel. Nézd meg, hogy fogunázik. Ez mellé. Nézd be, doboz közben, Trick a célpont eddig, bejön Perks, majd vissza, jön a teleport Wunderbartől, a császári falangsz pedig csoda szép lett volna, de Kobi még lefejezi hátul ezt a bizonyos azért 1-2-esre viszont, és ugye Wunderbar nyugodtan mehet előre, Emperor bajban, Wunderbar villan, és oda fióra, most már megállíthatatlan, ott a csúszda, Hybrid gyerek, csak egy pofonért haver, most azonnal, manája nincsen túl sok, de Hybrid előbb-utóbb ölhető lehet, bár tény, hogy bár a legjobb menekülő művész, és kábító művész, és elfutó művész, művész. Kész, szolid, örülsz? Jó van, 13-10. Művész, abszolút művész, abban művész, hogy ő maradjon egyedül életben a csapatából, tehát Hybrid az, aki így életben marad, így 2-4-es a csere, és a Splice érkezett a középső ösvényen, ugye erre vártál már régóta, hogy ez a torony dőljön, mi az, hogy még ez a torony, még az inhibitort védő torony is, Wunderbar még
ki is tankolja kb. A fél életerőt a toronyba. Hybrid egyedül védekezni nem nagyon fog tudni. Perks az, aki 5 másodperc múlva érkezik, ami egyébként jó jel, mert azért egy azírral már sokkal könnyebb lenne. Na most azért kell szedni a lávát a Splice-nak, mert a baromos élet visszajátszás. Jön a visszajátszás, ugye nem talál a Bard ulti, de nagyon szépen ki lehet zónázni Thresh-t, sőt még a falhoz is lehet dobni. Perks-re egyébként iszonyat sebzése van Kobinak, és szerette volna megállítani az érkező teleportot, de nem sikerült, mert már hamarabb ki tudták szedni. Emperor ugye egyrészt az ő manapajzsában, másrészt ugye a sejemőkben le tudja magáról szedni Wunderbell végső képességét, de a haláltól ez sem óvja meg, utána pedig már csak az üldözést láttuk. Ebben biztos voltam, hogy baromnasorra lép ki a G2 azonnal, mihely is éled. Válaszolhatna a Splice, de eléggé későn mondhatni. Sors kezel, Nisbetre és Kobira, Lucian be fog ragadni, nem? Lucian már meg is halt, nem szemered sokáig, és 2-0-ásére Nisbetre szintén halott. Baromnasor kiegészítése pedig a G2 most be tudja fejezni a mérkőzést, ne felejtsd el, ott egy csiszi-csuszi, hú-hú, lehet menni, jó a csúszda, 4 emberre, de támad az alsősfén a G2, inhibitó sincs, minion az van, lehet őket boostolni, baronosan által. Igen, és nagyon úgy nézett ki, hogy a G2 arra fordul, hogy szeretnék befejezni, de nem, közben a középső ösvényen is hozzák, elhoznak egy inhibitort, védő tornyot. Kikiszt mindenképpen ki kell emelni, az előző csatában nagyon szépen futott be a Bard végső képesség alatt, addig, hogy pozícionáljákban nagyon jó legyen majd, és onnantól kezdve Kobit ki lehetett szedni. Viszont jönnek a minionok, mindig van baranlas a erősítés, és Wunderbell megkapja a túlvilági sebzés, vagy nem tudom mit, azonnal felrobbant. Thresh pedig szintén megint egy 2-0-ás csere. Maradt egy Senkax, kérlek. G2 eSport csapata pedig most már biztos Isten, hogy befejezze a mérkőzést. 39 perc kellett ahhoz, hogy felülkerekedjen a Splice csapatán. Mindenképp le a kalappal. A Splice mit állt eddig túl? És kellett egy olyan trick Graves dzsungel, aki a végén utolsó tárgyként egyébként egy gyors tüzelő ágyút vett meg, és láttad egyrészt a sebzést, másrészt a távolságot, hogy tudta tartani, és azért milyen sebzést osztott már ki, az utolsó kettőzsilkosságot is el tudott hozni. Volt egy kisebb fajta fellélegzése a Splice csapatának, amikor ugye 4-2-t tudtak cserélni, annak köszönhetően, hogy Wunderbert nem tudták kiszedni, és mit tud egy késői játékos fióra, hát sebezni és lekövetni téged bőven. Ezt azért megmutatta nekünk a Splice felsősen játékosa, viszont a nagy meglepetés az nem történt meg, nem úgy, mint ma számos meccsen. A G2 hozta kvázi a papírformát, megnyerte ezt az utolsó meccset mára, így ők azok, akik Kikis, első helyen folytathatják. Kikis pedig fogyott. Csak hogy a szakmai, szakmai információk mellé valamilyen szerintem egy magáninformáció, nem úgy, mint én, köszönöm Zsolti, holnaptól nem kell jönne, te is jól tudod, remélem. Ettől függetlenül ugye, ami sokkal inkább fontosabb még, hogy holnap a... Holnap holnapi hosszú meccs, ez tényleg, Zsolti, még holnap gyere. Hogy a Fiora elhozása mindig is azt a tényt szolgálja, hogy őt nem akarod megvárni, hogy kifejlődjön. Wunderbell egy vadállat volt, tény és való, de azért viszont egy varázssebzésre rendelkező karakter, és túl sok varázsjelenás Kobi, és Senkax-es sem ruházott föl magára. Így Perksnek, móka. Plusz azért Bard is, ahogy mondtad, a sok-sok kis fityiszt fölveszik, és ez a lehet nyugodtan sebzést majd csinálni egyértelműen, ugye. Zsolti tényleg nem akar jönni, mert megint csak ugye még kamerát sem vált. A lényeg a lényeg... hogy ugye Hybrid és Perks varázsszerűen rendelkeznek, és erre túlságosan nagy ellenállás nem volt, és Wunderbell hiába felülött ki, a játék utolsó 13 percében csak Wunderbell volt az, aki ölt embert, és le is sebzett embert, úgymond. Illetve azért Senkaxból is volt sebzés, és azt is látjuk, hogy Perks az írja azért könnyen elfogyasztható kis eledel volt vacsorára, tehát azért... Thank you. I'm also very proud of how Purple has progressed as a brand and as a personality within the EU. Az ő csúszkálásaival köszönhetően persze tud menekülni, csak egyszer beragad, hogyha őt megfogod egy bármiféle CC-vel, nagyon nehéz lesz neki elmenekülni, akár Ryla kristálybotja ide vagy oda. Azért az utolsó küzdelemben is még ott hagyta fogát, viszont attól függetlenül borzalmas sebzés, iszonyat területre ható zónázási lehetőségek. Úgyhogy Perks megmutatta, hogy azért Európában lehet nyerni Azirra, már így 2-t is nyert ma Azir. És persze Bard is ott volt az ő kis
Ja, tényleg. Ő kis társaként, és az ő sorskezei nagyon sokszor könnyítették az odajutást a Splice sebzés hordozói mellé, mert mindig benne volt legalább egy sebzés hordozó abban a sorskezében, ami ilyen nagyon egyszerű dolgot hoz a G2-nak előre, hogy már csak oda kell parkolni mellé, és na, Kobi! És pontosan, csat. Ahogy de ezzel a rendülettel, Puci, mi átadjuk a szót a magyar elemzői asztalnak. Köszönjük szépen a mai esti figyelmeteket, mi már búcsúzunk, viszont az elemző asztal még zárja a napot. Sziasztok! Sziasztok! Szia, Darcik! Üdvözlöm a kedves nézőket! Itt is vagyunk a mai este utolsó elemzői asztalával. Hú, hát úgy gondolom, hogy ez a nap tele volt meglepetésekkel. És hát akkor egy picikét nyálazzuk át a mostani mérkőzéseket, hiszen ugye a Splice GP összecsapásával azért foglalkozott Pierce és Buci is most eleget. Természetesen nem tudom, hogy van-e olyan gondolat, amit itt hirtelen meg szeretnél osztani vele ezzel kapcsolatban, ami hát végül ugye a Splice sorsát valamilyen szinten megpecsételte ez a mérkőzés. Hát ezzel igazából mindent el is mondtál. Tehát egy olyan összecsapás volt, amin a Splice remekül hely tudott állni, csak ez a mai nap folyamán nem volt elegendő ahhoz, hogy a G2-t térre lehessen kényszeríteni. Összességében egy jó mérkőzés volt, úgy gondolom, de azért mind a két oldalt voltak a hibázási lehetőségek, és ezt ki is tudta használni az ellenfél csapat. Úgy gondolom, hogy a Bard választás önmagában jó volt, és a sors kezei, ha néha nem is találtak, amikor találtak, akkor gyönyörű szépen tudott rá reagálni a G2 csapata, és hát így meg is tudták alapozni a győzelmet. Pontosan. És akkor ugye a legnagyobb hangsúlyt, ezt nem másra fogjuk kérem tisztelettel kihegyezni, mint hogy miért használom mostanában ezt a kifejezést ilyen sokat. Nem. Arra, hogy hát a holnapi napon az európai LCS 2016-os alapszakaszának utolsó napját fogjuk látni és közvetíteni, amely hát teljesen másképpen fog alakulni, annak köszönhetően, hogy a mai nap folyamán a papírforma az össze-vissza borulgatott, teljesen be volt rúgva és szédülgetett. Ugye az már biztos, hogy a G2 eSports az első helyen az benne van. Tehát bent van, tehát hogy ő most már tutira a rájátszást az elődöntőből kezdi. Ugye röviden azért azt mondjuk el, hogy mi a tétje ennek, hogy a 10 helyezett az hova fog jutni gyakorlatilag, hogyha valaki ezzel még nem lenne tisztában. A világbajnoki pontszámokra gondolsz? Az egy dolog, az is egy következménye, hogy általánosan mit jelent 1-től 10-ig a helyezés most itt az alapszak a szégyét. Aha, ugye alapvetően igen. Hát igazából úgy néz ki a helyzet, hogy az első 6 helyezett majd összemérheti a tudását a rájátszás szakaszban, ahol viszont hát egyrészt a tavaszi szezonnak a győztesét tudjuk majd megkoronázni, idézőjelesen. Illetőleg a győztes lesz az, aki elég sok, ha minden igaz, 90 ponttal is gazdagodik majd, világbajnokságra való kijutási ponttal, ami ugye, hát példának okáért a tavalyi szezonban elég sokat hozzátett ahhoz, hogy a Unicorns of Love-nak lehessen lehetősége a világbajnokságra való kijutáshoz. Ebben a szezonban is valami hasonlót várok, olyan szempontból, hogy a 90 pont az hát majd, hogy nem egy biztos kiütés. Abszolút, ez majd, nem egy biztos kiütés. Onnantól kezdve azért a nyári évadban, hogyha nem jön össze minden, meg mondjuk esetleg kibukik az ember véletlenül, ami pontosan az már bele fog férni, és még így is lesz esély, legjobb példa H2K, aki igazából nem is döntőzött gyakorlatilag a tavalyi év folyamán, mégis kijutott ugye a világbajnokságra, biztos helyen a világbajnokság pontoknak köszönhetően. Na, ezt most már tudjuk,
Ami nagyon fontos, ugye, hogy az első két helyezett az ugye az elődöntőben kezd, az első helyezett megvan, G2 Esports, de van egy H2K és van egy Vitality jelen pillanatban. Hát én nem mondom, hogy egyszerű dolga lehet itt bármelyik csapatnak is, de jelen pillanatban, akárhogy is nézzük, hogy az H2K-nek egyre több győzelme van, mint a Vitality-nek. Nagyon fontos lett volna a Vitality-nek, hogy elhozza ezt a mérkőzést, aki ellen, a Rocket ellen. Kicsikét, mintha, nem is tudom, savanyúságot, vagy akár még megkockáztatom, gonoszságot is hallanék a hangodban. Hát ez olyan kategória, amikor szoktunk néha olyan kijelentéseket tenni, hogy egy csapat megérdemli az adott szituációt, vagy nem tudom. Itt most a Vitality eljátszotta a lehetőségét arra, hogy igazán föl tudja venni a kesztyűt az H2K-jel, tehát a holnapi nap folyamán, mindjárt elmondjuk majd, hogy milyen mérkőzése lesz az H2K-nek és a Vitality-nek, hogy a holnapi nap folyamán így, hogy az H2K és a Vitality tudjon, egyáltalán legyen esély az ő egyenlőségeikre, hát az H2K-nek az Elements ellen kéne kikapni, a Team Vitality-nek pedig a Splice kéne megnyernie, Splice ellen kéne győzedelmeskednie, utóbbira van esély, hát az előbbire, a mai után van esély, de ne jelentsünk semmit. Igen, de alacsonyabb a valószínűsége az H2K vereségnek a holnapi nap folyamán. Én nagyon kíváncsi leszek amúgy, hogy végül melyikőjük fog bejutni az első két helyre. Illetve attól függetlenül, hogy a helyezések már szépen lassan tisztázódni fognak, bármit is teszünk, azért holnapi nap folyamán két rangadónk is lesz kisebb vagy nagyobb mértékben. Az egyik, az nem más, mint az Orient és a Fanatic csapata között fog majd zajlani, ez a harmadik mérkőzésünk. Hát ez az örökös európai rangadó már szerintem egy éve. Illetve az ötödik... Egy éve az örökös. Igen, azóta mindig. Elég durva amúgy. De most viccel... Rájöttem, hogy az Orient csak egy éve. Nem, amúgy viccen kívül azt meg kell jegyezni, hogy bármennyire is lecsaptam a poént, tényleg olyan két csapatról van szó, hogy az Orient berobbant a nyári évad folyamán a köztudatba, az EU LCS-be, a világbajnokságba, és kijelenthetjük, hogy ez egy rangadó, egy örökös rangadóként tudunk rá hivatkozni, mert két olyan csapat, akik még mindig azért ott vannak a szerep. Kevesen tudnak azért ekkora pofon után ilyen szépet menteni, ez csak egy tipikus Thanatos. Szívesen. És az ötödik mérkőzésünk, G2 Unicorns of Love. Hát a G2 az most jelenleg megmutatta, hogy ő az abszolút első Európában. Uh-huh. Unicorns of Love meg megmutatta, hogy képes legendákat is össze-vissza törni és darabokra zúzni. Úgyhogy... talán ez meg aztán az igazi rangadó lesz. Teljes mértékben, ugye a Unicorns of Love és az Orihen még versenyben van a negyedik helyért, ami azért nagyon fontos, mert a negyedik helyezett fog játszani a Fnatic-kel. Ez, nem a Fnatic-kel, bocsánat. Igazából a negyedik és az ötödik helyezett között gyakorlatilag azért nagyon fontos a helyezés, mert nem mindegy, hogy milyen ellenfelet fogsz kapni, ugye, a rájátszásban. Az sem mindegy, hogy milyen ágra kerülsz, ugye, alapvetően, tehát, hogy a G2 ágára kerülsz, vagy pedig az H2K Vitality párhaz győztesének az ágára kerülsz, úgyhogy azért összességében eléggé sok következménye lehet a negyedik, vagy az ötödik helynek. Na már most az Orihen és a Unicorns of Love közül, hát az Orihen az, aki nagyobb esélyekkel indul. Hát a 2-0 miatt egyértelműen, amivel ugye az alapszakaszban teljesíteni tudtak a Unicorns of Love ellen, de én úgy gondolom, hogy itt igazából még egyelőre bármire van lehetőség. Tény is való, hogy a Unicorns of Love-nak egy kicsikét rosszabbul áll a színája, hiszen ha csak a statisztikát nézzük, ne tegyük, akkor a Fnatic az, aki rosszabbul teljesít, mint a G2 csapata, és hát ez a mai nap folyamán is elég erősen olybá tűnik, de attól függetlenül úgy gondolom, hogy maga az ötödik helyezés ugyanúgy a rájátszásban van, mint abszolút a negyedik, és ha visszagondolunk a tavalyi splitre, a tavalyi tavaszi szezonra, Unicorns of Love mennyi? Hatodikként jutott be? És döntőbe is jutott talán? Tehát... Hát az utóbbi, ez biztos. Ez biztos. Tehát én úgy emlékszem, hogy még az utolsó pillanatban is küzdöttek azért, hogy a rájátszásba bejuthassanak egyáltalán, és onnan küzdötték fel magukat a döntőjük, tehát
Tény is való, hogy mi dobálozunk itt a szavakkal, hogy az ág az fontos. Baromi fontos egyébként, de semmi sem lehetetlen, tehát a bejutás az már alapvetően megvan a hadcsapatnak, ezt ugye már felsoroltuk nap elején, nap végén, de még akár közben is. Onnantól kezdve, hogy ki hová helyezkedik, az pedig még a holnapi nap zenéje. Egyértelműen. Én azért úgy gondolom, hogy ami biztos, hogyha holnap olyan döntetlen alakul ki, ahol az egymás elleni küzdelmek ugye egy-egyek voltak az alapszakasz alatt, ugye akkor az átlagos öt mérkőzésünk fölött lesz még összecsapás. Emlékszem arra, amikor a tavalyi év folyamán, ugye még bucival tavasszal, amikor az Észak-Amerikát közvetítettük, akkor lelkes kezdőként elkezdtem kiszámolni a 9. hét második napja előtt, hogy akkor nagyjából mennyi az a lehetőség, ami, hogy akkor most kettő ilyen jelhelyosztó mérkőzés lesz, vagy három. Ezt megtettem kedden, szerdán jött a PTL, és azt hiszem azzal kezdték, hogy kb. 97.862 lehetőség van, hogy három vagy több helyosztó mérkőzés lesz. A mai nap folyamán, hogyha ugyanazt megtenném, mint tavaly, akkor feltétlenül ugyanilyen számok jönnének ki, talán egy kicsikét alacsonyabbak. Nem tudjuk pontosan, hogy mennyi lesz. Egyet én azért úgy megadnék. Lehet, hogy a Rocket és a Giants között lesz amúgy egy ilyen összecsapás. Ott sem tudjuk még, hogy hogyan fognak teljesíteni. Ugye a Giants és a Rocket pont egymás ellen fog játszani. Bár igazából ott sem lehet most már semmi. Bocsánatot elhoztam, még egy előző gondolat mellett volt, hiszen a Rocket meg tudta verni. Ugye a mai nap folyamán. A Vitality-t, úgyhogy ez a gondolatmenet, ez mindegy, most már a táblánkat is mindegy. A lényeg az, hogy lehet plusz extra mérkőzés, mi itt leszünk, közvetlenül az öt mérkőzés után lesz amúgy ez az összecsapás. Ha lesz, egyet-kettőt tudnék, de most ez a jelen állásban kettő már lehet, hogy kicsit sok. Hát az, hogy önmagában a G2 és az H2K nem ugyanúgy győzelmet hozott el, az már azért egy kicsikét, hogy is mondjam, kevesebb helyosztóra ad okot, vagy lehetőséget a holnapi nap folyamára. Egyelőre úgy tűnik. De talán tényleg felesleges lenne arról, tehát hogy most órákig tudnánk arról beszélni, hogy ha ő kikap, ha ez megnyeri, ha igen, így, ha úgy. Főleg, hogyha ezt megtettük volna, egy picikét meg is tettük a mai adás előtt, hát igazából így az összes tervet kidobhatnánk a kukába, mert ezek... Mai nap után tutira. Ez a mai nap, ez totál káosz és anarchia volt. Hát ettől függetlenül hihetetlen izgalmas is. Tehát úgy gondolom, hogy akkor egy pár szóban említsük meg, hogy miért is akadtunk ki ennyire a mai nap folyamán, miközben azért nem akarjuk összekavarni magunkat. Hát kezdtünk egy könnyed bemelegítéssel a Giants és az Orihen ütközetével. Ez úgy gondolom, hogy ráhangolódásnak tökéletes volt. Nagyon csúnya bemutatása a mérkőzésnek, és teljesen jogos. Az Orihen gyönyörűen játszott, a Giants pedig játszott. Aztán pedig beindult a nap, így van. Elements fanatik. Thanatos? Hát most a rossz szóvicceket nem fogom előni a csapatnévből adódóan. Egyszerűen EK-ék nagyon jól tudtak játszani. Tehát az az Ezreal, amivel Mr. Rales ment végig, hát komolyan mondom, annyit láttam, hogy Pierce-nek is majdnem kinőtt a haja, miközben ezt a mérkőzést kommentálta, mert odáig volt meg vissza. Ez a játék nem tudom, hol volt az Elements-be idáig. A Pierce haját már tudom, hogy ott van, de ez a játék az Elements-be. És én azt hittem, tényleg nem hülyeskedi el. Na mindegy. Ezután pedig H2K Unicorns of Love mérkőzés jött. Hát az sokat elárul egyébként, hogy az H2K végigvezetett. Aranyban. Egészen sokáig, sőt, végig. Szerintem még a legvégén is egyébként... Az biztos, hogy tudta építeni azt a játékát, amit megszoktunk tőle, végig tudott vezetni pontosan az utolsó pillanatig aranyba, és egészen tényleg a 17. percig az a játék zajlott az idézők szurdokában, amit az H2K akart, dőltek a Unicorns of Love tornyok, jött a pénzeső, ott volt a pénz és sárm, aztán jöttek az unikornisok. Illetve Steelback. Az ő hátán benyargaltak, mert... Zseniálisan farmol Steelback. A gyilkosságok tömkelegét megkapta, 15-ben volt benne 9-et hazavihetett. Ez elég jó arány egyébként. És mellette 400-at tudott farmolni egy 35 perces meccsen. Nem rossz. És a szivér választást megint csak a Unicorns of Love-nál az egekbe emeli.
Ami összességében most nem rossz, mert metában van a karakter. És nem csak ez az egyetlen egy dolog, amivel tud játszani a Unicorns of Love lövészen. Ez meg biztosan. Most a másik, igen. De azért hozzátenném azt is, hogy a választásaik is egyébként nagyon helyén voltak. Trundle, Poppy ellen láthattuk már többször is, hogy mennyire jó választás. Igazából Sivir két alaptámadásból össze-vissza törje a Yordle-t. Ezen kívül pedig, pontosan így, Lissandrával lehetett kezdeményezni, tehát Steelback köré lehetett építeni egy csapatot, és tudott vele játszani a Unicorns of Love. Így összességében ezt mondanám arról a mérkőzésről. Szerintem egy nagyon meglepő és szép összecsapás volt. A Unicorns of Love oda tette magát. Kíváncsi leszek, hogy a G2 Esports ellen tudnak-e majd valami hasonlót mutatni a mostani tavaszi évad hát záró mérkőzésén gyakorlatilag, ha nem nézzük a helyosztó mérkőzéseket, tehát az alapszakasz záró mérkőzésén. Aztán pedig ugye Nono hozott nekünk házi pizzát, beugrott egy jó Vitality meccsre, és kikapott a Vitality. Brühühü. De a pizza finom volt. Pontosan. Ennyi. 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 Ez a Vitality mérkőzés is eléggé érdekes volt. Azt mondjuk hozzátenném, hogy a Rocket még nem kapott ki a Vitality csapatától az alapszakaszban. Kétszer találkoztak, kétszer nyertek. De ez úgy gondolom, hogy a paraszthajszál töredékén múló mérkőzés volt. Tehát hú, az a vége, ez még most is kiráz egy picikét a hideg. Sőt, nagyon. Az utolsó két percben sikerült összesen megszerezni az aranyelőnyt. Hát nem magabiztosan, de megszerezni az aranyelőnyt a Rocketnek. Illetve Nono is kiemelte talán a mérkőzés közepette, hogy ha nincsen őrangyal azon a Renekton, nem tudja befejezni a mérkőzést, és csapattársak tömkelge már elhullott, már elpusztult. Úgyhogy ez azért is egy nagyon rizikós meccs volt. Nagyon rizikós meccs volt, és azért is egy külön tehát azért is van egy külön pikantírja ennek a mérkőzésnek, hogy hát 6.5-ös kiegészítés, őrangyal. Hát legyen olcsóbb, hát ha valaki behozzá is könnyebb alkalmazni. Hát, Freddy. Szép volt. Tehát az a Renekton őrangyal választás tökéletesen kifizetődött. Azt mondjuk önmagában nem értettem, hogy miért játszik Renektont egy Poppy ellen, ami mindenféle ugrást megakadályoz, tehát Renektonnak is egy elég nagy erejét tudja megvonni. De úgy néz ki, hogy összességében egy kifizetődő választás volt, és sokkal jobban tudott haladni a szélső ösvényen, mint egy Poppy, mert ez ugye várható volt magából a választásból. Visszakanyarodva viszont a napirendi következő ponthoz, a Splice és a G2. Arról meg ugye már sokat beszéltünk, de még egyszer... Pontosan, még egyszer tehetünk említést erről a mérkőzésről. Hát a Splice-nak nem sikerült győzedelmeskednie. Nem tudom, mennyire érezted magabiztosnak amúgy a G2 játékát. Na, erre nem tértünk még ki, igen. Tehát nem számítottam ennyire szoros mérkőzésre. G2 egészen idáig dominált. Végig bárki volt az ellenfelük. Na jó, ez túlzás, van három vereségük, de azt leszámítva. És a Splice nem igazán tudott ilyen magabiztos játékot mutatni egészen idáig. Úgy gondolom, hogy az, hogy fejfej mellett haladnak az európai első helyzettel, az elég szép teljesítmény. Csak ennyivel volt kevesebb a győzelemnél. És sajnos ez neki kritikus pont, hiszen ők még a nap elején amúgy az Elements-el voltak versenybe a hetedik helyért. Ugye a hetedik hely az megakadályozza az embert mind a rájátszásban való részvételben, mind pedig a relegációs, promóciós meccsek, illetve nem promóciós mérkőzések, de az a lényeg, hogy azon mérkőzésekben való részvételt, amikor te leeshetsz a Championship Series-be, amit majd közvetítünk. Challenger Series-be leeshetsz, illetve följutszhat az LCS-be. Az a lényeg, hogy biztos helyed van a hetedik helyen. Most az Element sokkal jobban áll jelen pillanatban. Egyen. Így van, tehát neki van nagyobb esélye. Darcig, mit vársz a holnapi naptól? Szerinted lesz hasonló meglepetésben részünk? Így fölébrednek az utolsó napra az emberek, vagy pedig már mondjuk esetleg elfáradtak? Vagy esetleg valami más taktikát várhatunk? Hát én örülnék még egy ilyen káosz és anarchia napnak. Ez egyébként az izgalma, a legjava a League of Legends Championship Series bajnokságos, sorozatos tornájának, meg mi egymásának. De összességében tényleg egy olyan napot tudhatunk a hátunk mögött, amin mindenki kitett magáért. Kivétel nélkül a nyertes és a vesztes is. Ez alól csak egy kivétel van, a Giants csapata, de náluk meg el lehet mondani, hogy összeszokóban van még a csapat, négy új taggal. Úgyhogy én azt mondanám, hogy a holnapi napra legalább ugyanilyen izgalmas mérkőzéseket várok, pláne azért, mert az utolsó alapszakaszi nap.
Így van, és igazából még annyit kérdeznék gyorsan tőled, még mielőtt átadnánk a szót még talán a külföldi kollégáknak, hiszen ők továbbra is folytatják amúgy a Forgivennel való interjúzgatást, hogy csak őszintén... Csak olyan fura állott a feje. Ja, igen. Szóval amit tőled akartam kérdezni, hogy hamarosan vége van az alapszakasznak, és menjünk át a rájátszásba, ugye best of five szériák vannak, tehát 5 mérkőzésből 3 győzelmet el kell hozni, vagy 3 győzelmet el kell hozni, hogy tovább menjél. Mit gondolsz, egy ilyen alapszakasz után, ahol minden csapat ugyan kétszer találkozik egymással, de BO1-eket vívnak, mennyire lehet megjósolni a győzelmet? Gondolok itt például arra, hogy mondjuk egy első helyezett, mondjuk egy G2, aki most már biztosan az első helyezett, talán mennyivel indul nagyobb esélye, mint mondjuk egy 6. helyezett, azon kívül, hogy ugye egyel kevesebb BO5-ot, BO5-ös mérkőzés sorozatot kell vívnia, mennyire predesztinálja vajon az alapszakaszos teljesítmény a rájátszásban valót? Én úgy gondolom, hogy semennyire. A BO5 alapvetően teljesen más, hát nem teljesen más játék, de teljesen más hozzáállást igényel, mint a BO1-es alapszakaszos játszások, hiszen ha BO5-ben van egy jó taktikád, az egy meccsre elég. Ha az alapszakaszban van egy jó taktikád, az elég akár egy egész alapszakaszra is, teljesen végig, és összességében úgy gondolom, hogy bárkinek lehet esélye a győzelmet elhozni, hiszen annyira kiegyenlített az élmezőny itt Európában. Láthatod összesen, hát az 5 helyezést 5 győzelem választja el egymástól, egészen konkrétan. Úgy gondolom, hogy a holnapi napon még nem azt az izgalmat láthatjuk, amit majd a BO-tökön belül, ott igazán kiéleződik majd a helyzet. Thanatos féle szófordulat. Viszont azért én a holnapi napra is már lemerem fogadni, hogy érkeznek az új karakterválasztások. Például akár az Urgot is. Nagyon kíváncsi lennék, mindenféleképpen biztos vagyok abban, hogy lesz, mivel hogy Nono sajnos nem lesz velünk. Reméljük. De már a Twitteren jeleztük amúgy ezt mindegy egyes LCS, EU-LCS csapatnak, sőt a zenébe is írtam már, úgyhogy lesz Urgot holnaptól kezdve, miatt nem kell aggódnotok. Nono majd vissza tudja nézni. Amit még viszont úgy gondolom, hogy nem mondtunk el, az pedig az, hogy köszönjük szépen a figyelmet. Holnap este 8 órától itt leszünk újra. Nagyon izgalmas nap elé nézünk, mint mondtuk. 5 vagy 6 órától. Este 8-at mondtam? Semmi gond, én már átugrottam szombatra. Tehát este 6 órától kezdődik az igazi adás. 5-től ugye csak a visszaszámlálás. Azt is érdemes nézni, mert minden másodpercben változik a kép. Ki tudja, hogy ugrik-e egyet, kettőt. Na, arról nem is beszélve. Viszont aki nem ilyen izgalmakra vágyik, az ugye este 6 órától az előbb említett mérkőzéseket tekintheti meg velünk, illetve a helyosztó mérkőzéseket közvetlenül ez után, hogyha lesz egyáltalán. Ne felejtsétek el, Észak-Amerika szombaton este 8-kor, ugyanúgy kezdődik vasárnap, pedig látástól Mikulásig, pontosabban este 8-tól, a fene tudja meddig, folyamatosan hasonló rendszerben fogunk mérkőzéseket közvetíteni. Az még messze van. Holnap 6, itt találkozunk. Sziasztok! Jó éjszakát! Pa, pa. Csáll.